Szia Sanyi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. 100 éves az idén a tárnok labdarúgása, ez alkalomból kerestelek meg, és hívtalak, gyere beszélgessünk. Beszélgessünk arról, hogy mit tapasztaltál a hosszú 20 éves pályafutásod alatt, amit itt töltöttél a tárnoki labdarúgásba. Azt gondolom, hogy neked mindenféleképpen itt a helyed ezen a csodálatosan szép jubileumon. Kezdjük talán ott, hogy serdülőként kerültél a Tárnok KSK labdarúgó csapatához. Köszönöm a megtiszteltetésre elsősorban, mert ez számomra azért elég nagy megtiszteltetés, hogy így benne lehetek a Tárnok történelem könyvébe idézőjelbe. 90-ben kezdtem el fotballozni a serdülőben, és nagyon jó kis társaság verődött ott is össze, és 2-3 évre rá már bajnokságot sikerült nyerni, úgyhogy... Két évre rá segítek neked, a 92-93-as bajnokságban már bajnokok lettetek. Aztán ahogy érzi az ember, az látszik, hogy ez a csapat adta majd aztán a későbbi felnőtt bajnok csapatnak a törzsét. Nagyon sokan kerültek abból a csapatból. Te is tulajdonképpen a felnőtt csapathoz kerültél már 17 éves korodban. Hogy sikerült ezt elérni? Ez fiatal kor volt. Igen, elég fiatal kor volt, főleg abban az időben azért talán még nehezebb volt, hogy nem is tudom, legalábbis több idősebb játékos volt, mint manapság. Ma már fiatalabbak játszanak szerintem a csapatokban. És hát akkor ugye ifi csapatunkban elég kevesen jártunk edzésre, és mi sokat edzettünk egy-két társam, barátommal, Tottó Józsival, Tockával is a felnőttben, felnőtt csapattal közösen, és így ugye hamarabb ott voltunk már abban a légkörben, és így a Szabó Miki bácsi lett az edző, és hát úgy látszik, ő látott bennem annyi fantáziát, hogy 17 évesen megmerte azt húzni, hogy fölvitt a felnőttbe, és rögtön középhátvédet játszhatott velem. Szabó Mikinek jó szeme volt. Ezek szerint értett a focihoz. Hát valószínű, azért nagyon jó játékos volt ő is. Nem töltöttél el sok időt a felnőtt csapatnál, hiszen elvitt a Csepel. Milyen volt az az év? Hogy érezted magad? Igen, ezt is a Szabó Miki bácsinak köszönhetem, mert ugye az ő fia Gábor ott volt kapus már akkor már egy vagy két éve. És hát ő mondta, hogy menjek el vele, elvisz oda, és hogy próbáljam meg ott. Én ugye elején, hogy húzókodtam egy kicsikét, húzóckodtam ettől, de aztán mégis elmentem, és volt egy kéthetes ilyen próba, voltunk ott 40-en, és abból válogattak be egy ilyen 20-as vagy 22 fős keretet az ifi A-ba Csepelen, és akkor beválogattak engem is, és hát ugye egy évig voltam ott a Gáborral együtt, jártunk edzésre, akkor heti 4 edzés volt bejárni Csepelre, ugye az elég fárasztó volt az is. De nagyon jó volt ott is, nagyon jó közösség volt. Kalópali bácsi volt az edzőm, aki szigorú volt, de nagyon jó edző volt, meg következetes. Meg nem volt rossz fotbalista se egyébként, hát annak idején. Te nem láttad játszani, de én még emlékszem rá, mint labdarúgó. 60 éves körül volt már akkor szerintem, de hát azért még ott egy-két dolgot így csinálgatott így állóhelyben a labdával. Tehát jól érezted ott is magad, de mégis visszajöttél. Lehet, hogy nem a te szerencsédre, de a Tárnok KSK szerencséjére mindenképpen. Hát az enyémben is. És hát most már így mindenképpen elmondható, akkor még nem volt ez szerintem annyira biztos. És aztán 97-től véglegesen itt maradtál Tárnokon, és ahogy én tudom, jól is érezted magad, hogy teltek az évek a felnőtt csapatnál, mondjuk a 90-es évek vége. 90-es évek végén voltak nehéz időszakok, mert akkor volt olyan is, hogy osztályozót játszottunk, és úgy maradtunk bent.
de utána aztán egyre jobb volt az egész, jobb volt minden valahogy. A csapat is egyre jobban összekovácsolódott az évek alatt. Utána akik fölkerültek, ugye fiatalabbak már később, ugye a Csokiék, a Misiék, meg akkor még akik így együtt voltunk, egy-két idősebb, ugye a Páncél Sanyi is, meg az Ambrisék, Csucsánszkék, hogy idejöttek, az Orosz Feri utána, aztán nagyon, csapat, nagyon jó csapat lett később. Igen, ez már a 2000-es években. Ez az egész nyúlik. Folyamatot így végigéltem végül is. De végig nagyon jó közösség volt itt Tárnokon, tehát azért is maradtam itt valószínűleg folyamatosan, mert hogy az egész közeg. Egy az, hogy itt volt helyben az ember, persze az a kényelmesség szempontjából is jó, meg mindig valahogy jó társaság volt, tehát közvetlen, barátságos volt az egész hangulat az öltözőben is, meg a környékén is. Jó, hát mindig volt egy-két valaki rosszakaró, persze az hol nincsen, de amúgy a csapatnál azért mindig jó hangulat volt. Hát és nem beszélve arról, hogy azért neves játékosokkal játszhattál egy csapatba, hiszen a 2000-es évek elején, amikor ugye az Andris is már visszavonult, már a Zombori Andrisra gondolok, az úgymond profi pályafutástól, és itt kezdett el futballozni, akkor az ő sugallatára úgy mondjam, nagyon neves válogatott játékosok kerültek Tárnokra, akiket most éppen említettél. Milyen érzés volt velük egy csapatba játszani? Hát ez külön nagy élmény, tehát az biztos, hogy leíratatlan szerintem, vagy elmondhatatlan is talán az az érzés, amikor egy pályán focizol egy nagyon jó képességű labdarúgóval, vagy többel is ugye egyszerre, mint egy Orosz Feri, Szilveszter Feri, akik ráadásul olyan mentalitásúak voltak, mint én, hogy csúsztak, amáztak azon, akkor még nagyon rossz tárnoki pályán, egy Orosz Feri is becsúszva szerelt, és egyszerűen nem szitta a pályát, hanem focizott is, és látszott rajta, hogy azért jön, mert szeret focizni. És a Csucsánszki Zoli is, és emberileg is nagyon normális volt mindegyik tényleg, tehát le a kalappal előttük, az ő személyükből olyan embereket ismertem meg szerintem, akikkel még talán, még én is fejlődni tudtam mellettük. Én úgy érzem, hogy tőlük lehetett tanulni. Hát igen, tőlük mindenféleképpen, és hát ezeket a játékosokat hála Istennek már én is ismertem innen Tárnokról, és bizony csak alá tudom támasztani, amit mondtál róluk emberileg, és mint sportolók is kiváló játékosokat és embereket ismertem meg személyükbe. Következő siker az 2003-as, 2004-es év volt, amikor egy óriási menetelést csináltatok a csapattal, és hát áruljuk el, hogy annak a csapatnak bizony te voltál már akkor a csapatkapitánya. Azt gondolom, hogy a már említett játékosokhoz képest is, meg az akkori sikeres csapathoz képest is, de neked, mint fiatal játékosnak elég nagy megtiszteltetést jelenthetett. Mesélj erről a menetelésről. Nagyon jó szériát kaptunk el, az bizony, hogy tényleg jó volt a csapat is, mert nagyon, nagyon egymásért küzdött mindenki, egy-két tényleg ilyen kimagasló teljesítmény is, ami még kell egy ilyen csapathoz, mint egy Orosz Feri, aki hozzá tud tenni egy-egy olyan mozdulatot, egy Csucsánszki Zoli, aki tudott olyan labdákat rúgni a fejemre, hogy bepattant a kapuba, vagy egy Zombori Andris, aki ugye úgy kanyarítja be a labdát sprintelés közben, ahogy nem sokan tudják szerintem, vagyis hát most már talán nem annyira, de régen úgy csináltam én. És hát azért ezek kellettek egy ilyen meneteléshez, hogy mindenki hozzá tudta tenni még azokon a kupameccseken azt a pluszt, amivel meg tudtuk nyerni egy-egy ilyen kupameccset, hogy tovább tudtunk jutni. Gyakorlatilag a nem NB-s legtovább jutott csapatok között írták ki, illetve csapatoknak írták ki a Szabadföld kupát, és ennek a döntőjét is ti játszhattátok. Milyen volt a Puskás Ferenc stadionban, volt népstadion,
fotballozni. Hát az hatalmas élmény volt, még most is majdnem, hogy libabőrös leszek szinte, mert jó, nem sikerült jól, mert nagyon elrontottuk azt a meccset, ez tény, bár azok akkor volt, azért nem ennyivel, de azért azt az élményt átélni, ilyen szintű játékosnak, mint mi, hogy megyei szintű játékosnak, hogy egy hatalmas stadion mész úgy a gyepre, hogy egy szektorban van 500 tárnoki, és az elkezd egyből ordítani, és visszhangzik az egész, hát ez azért nem kis élmény. Irigyellek. Irigyellek, hogy ezt átélhetted. Ez nagyon nagy élmény volt. Tehát. Azt gondolom, hogy még a vereség is belefértem mellett. Nagyon rossz érzés volt, hogy kikaptunk, főleg így. Így kikapni, az nagyon rossz érzés volt, tehát azért az elég kellemetlen volt ilyen szurkolók mellett, de utána is megtapsoltak minket, és tényleg az miatt én szerintem soha nem hallottunk semmi szídást, hogy ott így kikaptunk, még akkor is, hogy így kikaptunk. Hát csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy 8-0 volt az eredmény a Bagjavára, de az élmény megérte ezt is. Aztán jött a 2004-2005-ös bajnokság, ahol már te mint támadó játszottál, mert hogy addig védőt játszottál, középső védőt, többnyire vagy középpályást. Kinek az ötlete volt, hogy támadó legyél? Bárkinek volt, bárkit fogsz most mondani, csak dicsérni tudom a szemét. Nagyon jó támadó lettél. Hát ez a Szabó Pisti ötlete volt. Úgyhogy még akkor még a kupa menetelés elején, talán még az előtte való évben, még ő volt az edző magunkban. És akkor még ugye nem voltak itt az orosz feléjék sem. És akkor volt, hogy egyszerűen elfogytak azok a játékosok, akik csatát szoktak játszani, mert megsérültek, eltiltottak voltak, vagy eligazoltak éppen előtte. És így, hát mivel előtte már egy párszor így védőként előre mentem fejelni, gólt fejeltem, így a Spiff mondta azt a Habos Gabinak, hogy mi lenne, ha engem előre tolnának csatának. És kipróbáltak, ugye gólt lőttem. Aztán megint védőt játszottam következő meccseken, és így hát egy évben keresztül kb. Ez így ment, hogy volt mikor csatár voltam, ha kellett, volt mikor védő, vagy védekező középpályás. Mondjuk inkább a pálya középső részén szerettem focizni, a széleken nem igazán. Jó, hát nem is vagyok gyors, lehet, hogy abból adódóan is. Lassú se voltál azért. Hát jó, lassú se voltam, de nem tartoztam a gyorsabbak közé azért. Minden esetre a labdákhoz gyorsan odaértél, illetve mondhatnám inkább, hogy pontosan értél oda, mert hogy 2004-2005-ös bajnokságban már úgymond kis gól király lettél, hiszen 23 góllal házi gól király címet te hódítottad el, és aztán tovább menve a 2005-2006-os bajnokságba, hát ott aztán letetted a csatár névjegyedet, úgy mondjam. Mi volt akkor pontosan? Akkor nagyon jó csapat volt, pontosan, egész pontosan. Én meg nagyon jó formában voltam, és 40 gólt rúgtam egy szezonban, megye másodosztályban. Ez nem kis teljesítmény, megye másodosztályban sem. Halkan mondhatod ezt hangosabban is, mert erre igenis büszke lehet, sőt, hát az is vagyok, az egész csapat büszke erre a teljesítményedre. És aztán hát ott is ragadtál rendesen, és a következő években is rúgdaltad a gólokat. Éppen a következő év egyik góljáról beszélgessünk már egy kicsit, mert hisz a 2006-2007-es bajnokságban egy nagyon-nagyon fontos gólt rúgtál Ráckevének. De meséld el inkább saját magad ezt a gólt, és azt, hogy miért is volt ez annyira fontos. Igen, hát az utolsó előtti fordulót játszottuk Ráckevén. Azt hiszem Ráckeve volt a második vagy a harmadik. Az Új Hartyánnal nagyon szorosan együtt, meg ugye hát mögöttünk pár ponttal. És ugye ott úgy játszottunk, ha jól tudom, hogy ha már döntetlent játszunk Ráckevén, akkor mindegy volt, hogy mit játszunk utolsó fordulóban itthon az Új Hartyán ellen. És hát
Ráckeve, akkor Ráckeve is nagyon erős volt, nagyon jó pályájuk volt, viszont nagyon sok tárnoki szurkoló eljött, azt tudom. Több száz néző volt, 3-400 néző biztos volt legalább. És hatalmas buzdítás volt. A csapat pedig szerintem azon a meccsen játszott a legeslegjobban, és ezt a Kovács Laci is mondta. Erre emlékszem, hogy azon a meccsen ott tényleg aki játszott, az mindenki a maximumot ki tudta magából hozni. És ezért volt az, hogy tényleg az egész meccset átélni az nagyon nagy élmény volt, mert hihetetlen izgalmas volt, mert felváltva forogtak veszélyben a kapuk szinte, pár percenként, mindenhol helyzetek, hatalmas védő, hatalmas kapus, hatalmas csatár teljesítmények voltak. Az biztos vagyok benne, hogy több NB-s szintű meccs volt, NB2, NB3-as szintű meccs volt az legalább, és hát itt a második fél idő közepén megkontrázott minket a Ráckeve, és mi meg ugye a nagy mentések árán hátul a Tiba, meg a Déva és Sanyi is hatalmasok mentett, és abból visszakontráztuk őket. A Kelemen Laci indított a félpályáról, én meg pont nem voltam le sem, az egyik végül beragadt a fél közepén. És arra emlékszem, hogy ahogy a Laci elépült a labdát, Lacika, hogy előttem a kapu jó messze, és futni. Belerúgtam egyet a labdába, és futottam utána, és később én magamban azt éreztem, hogy beleértem, hogy 3-4-szer a labdába. De mikor megnéztem a videódat, akkor láttam, hogy egyszer toltam meg, és a következő az volt, hogy átrúgtam a kapus fölött, mikor már futott ki. Tehát belülről is másabb volt, de szóval hatalmas élmény volt, és utána, ahogy lerohanja az embert ilyenkor az egész csapat, az meg szerintem leírhatatlan tényleg. Minden másra ott a Mastercard, erre mondják. De ez az élmény, hogy ilyen volt rúgni. Jó, aztán az utolsó percben a Ráckeve kiegyenlített, de ugye hát nekünk a döntetlen már elég volt, és... És aztán bajnokok lettünk, és egy osztályra följebb léphettünk. Tárnok történetében először megye első osztályú csapat lettetek. És a Szekér ment is tovább, hiszen az első idényben azt hiszem, hogy teljesen bravúros eredmények születtek, és a végeredmény volt aztán a legbravúrosabb, hiszen újoncként negyedik helyen végeztetek. Így van, tehát folytattuk ezt igazából, együtt maradt az a csapat akkor, sőt még talán erősödtünk is, ugye, még idejött akkor a Kaszás Attila, meg nem tudom még pontosan, hogy kik meg hogy, de erősödtünk is, és ezáltal ugye tudtuk tartani a szintet a Megye 1-be, és pedig azért akkor volt olyan erős a Megye 1, mint most. Szerintem. Igen, pedig most erősebb az átszervezett bajnokság. Akkor nagyon egybe voltunk, igen, nagyon egybe volt az egész csapat, és hát másabb is volt, ugye sok fiatal volt, ilyen 20-25 közötti, mint a Csokiék, Misiék, még éppen 20 évesek, akik akkor ugyanúgy hajtottak, küzdöttek, mint bárki más. Tehát sok mai fiatalról nem ezt hallom sajnos, az a baj. Igen. Ez abban az időben nekem sokszor eszembe is jutott, hogy és jó, hogy ezt említetted, mert most bevallom neked, hogy sokszor úgy voltam, hogy hát le a kalappal a Sanyi előtt, mert tényleg egy-két fiatal lézengett, úgy mondjam, a pályán, és te küzdöttél, és hajtottál, és akartál, és tetted a dolgodat, és próbáltad őket is biztatni, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt. Ez most tényleg erről jutott eszembe, amit mondtál, és csak alátámasztani tudom, hogy ez így volt. Aztán ment a Szekér továbbra is, amikor már második éve játszottatok a megye első osztályba, akkor még ezen a kitűnő negyedik helyen is sikerült egyet javítani, mégpedig úgy, hogy az őszi szezonban az első helyen zárt a csapat egy nagyon nagyszerű teljesítménnyel. Gólkirály lettél megint. De valahogy a pikantériája ennek az volt, hogy egy nagy-nagy gólkirályt, a Vukovics Lacit sikerült megelőznöd.
ha jól emlékszem, éppen az utolsó fordulóba dőlt el a gólkirályi cím, vagy utolsó előttibe, talán Üllő ellen. Hát igen, az utolsó fordulóban, nem is tudom, nagyon szoros volt, azt tudom, az utolsó 3-4 meccs az nagyon szoros volt, de akkor az utolsó két hazai meccsen 6 gólt tudtam rúgni, kétszer mesterhármast, és így tudtam kettővel megelőzni, és igen, neki volt 26, nekem 25 az utolsó meccs előtt, és ő nem rúgott, én meg 3. Aztán a következő évben még, bár már 30-on fölül voltál, de azért még rúgtad a labdát, nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy öreg voltál már, mert pláne megyei szinten azért még abszolút nem számítottál öregnek is, és hát a játékod sem lett öregesebb, mint volt, továbbra is rúgdaltad a gólokat, csak még a nyakadba vettél egy plusz funkciót, ugyanis 2010-ben te lettél a KSK elnöke. Hát mondd azt, hát úgy alakult, hogy nem vállalta senki az elnökségi posztot továbbra sem, és így, hát én úgy voltam vele akkor, hogy volt azért elég sok szabadidőm még a munkám mellett, és így, hát beszélgettünk ugye a többi elnökségi taggal, mert ugye én is az voltam már évek óta, és mondtam nekik, hogy hát elvállalom végül is, mert hát most ha senki nem vállalja el, az lesz a legrosszabb szerintem, úgyhogy mondtam, hogy ha segítenek, akkor én elvállalom. Aztán így is alakult, nem volt könnyű, nem volt könnyű, de azért nem bántam meg, mert sokat tanultam belőle emberileg, meg engem azért annyiból szerencsém volt ebbe az egészben, hogy ismertek, ugye bementem egy Pest megyei labdarúgó szövetségbe, azért szerencsére nem kellett bemutatkozni nagyon senkinek, meg azért az itteni önkormányzattal is jóban voltam, úgyhogy tudtam egy ilyen átmeneti dolgot fenntartani 2 évig, mert én úgy érzem, hogy én csak így valamilyen szinten fent tudtam ezt az egészet tartani, mert hát azért nekem megvoltak ehhez a korlátaim időben is, meg sok mindenben. Elvállaltad, megcsináltad, aztán 2012-ben szögre akasztottad az elnöki posztot is, meg szögre akasztottad legalábbis a felnőtt csapatnál a góllövő cipődet, és elbúcsúztál egy kisebb ünnepség keretén belül. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan velem együtt sajnáltuk akkor, hogy abba hagyod a focit, hiszen nem felejtettél el futballozni akkor sem, de mind ahogy az előbb is már említetted, időben is korlátok közé voltál, legalábbis a munkád révén szorítva. Viszont az öreg fiúkban azért néhányszor, amikor az időd engedte, pályára léptél. Hogy érezted magad abba a közegbe? Hát remekül, hát ott is ugye olyanokkal voltam együtt, akiket gyerek, vagy hát nem is gyerekkorom, de fiatalkorom óta ismertem, vagy együtt fociztunk, vagy csak teremtornákon fociztunk együtt, mondjuk itt Tánokon, meg hát ismerjük egymást 20 éve. Úgyhogy mindenképpen nagyon jó volt az is, persze. Hát sajnálom, hogy már nem focizhatok így legalább egy héten egyszer, azért az hiányzik, de nagyon jó volt az a közeg is természetesen. Pályafutásod közben, hogy egy kicsit még visszakanyarodjunk azért, voltál a forduló legjobb labdarúgója is, és akkor az akkor megjelent riportba, a Sportszeret riportjába feltettek neked egy kérdést, hogy mit jelent az ön számára a foci, a csapat. Erre, ha emlékszel még, az akkori válaszod az volt, hogy jó közösséget és jó társaságot elsősorban. Most az adottságaid, azok predesztinálhattak volna ennél többre is téged, de megmaradtál ennél a mondatodnál egész pályafutásod alatt. Akkor ezt nagyon komolyan lehet venni, ezt a mondatot tőled. Tudnék, megkeresés az volt
gondolok itt akár Sziget-Szent Miklósra, akár Szászhalombattára, tehát kerestek téged azért rendesen felsőbb osztályú csapatokból is, mégis maradtál. Igen, ahogy a Spiff mondta, hogy hű maradtam a tárnoki zsíros kenyérhez, szó szerint. Igen, nekem elsősorban ez tényleg egy hobbi volt, ez a futball, amíg csináltam azt a 20-22 évet. És én ezt úgy is fogtam föl, viszont azt a hobbit, azt mindig szerettem maximálisan csinálni. Hadd idézek a Kovács Lacitól, edzőtől egy nyilatkozat részletet, ami a következőképpen hangzik. Az osztályban csak kevesen tudnak úgy érkezni a beadásokra, mint ő, mármint te. Kivételes a feljátéka, remek az ütemérzéke, ritka pontosan tudja befejezni a támadásokat. Tényleg ez jellemezte a te csatárjátékodat, és ezeknek a tulajdonságoknak köszönhető az a rengeteg gól, amit hát gyakorlatilag 2004-től rúgdaltál zsinórban. Minek köszönhetők ezek a tulajdonságok? És hát gondolom, hogy ugye egy adottság is kell hozzá, meg rengeteg gyakorlat. Milyen arányban volt ez nálad? Hogy érzed? Én olyan játékosnak tartottam magam, aki elsősorban a kitartásnak és a akaraterő, szorgalom, meg az alázatnak köszönhetem azt, hogy én ezeket az eredményeket elértem. Én azt mondom, hogy nekem mondjuk volt, ha mondjuk 40%-ban a tehetség, és a többi 60 az nekem ezek, amiket elmondtam. Én belül ezt így érzem. Én sose voltam az a játékos, aki kicselezek 3-4 embert, vagy a fülemen viszem végig a labdát, és én ezzel tisztában voltam mindig is, és amit viszont én tudtam, én azokat próbáltam csinálni. Tehát amiket alatt is elmondott rólam, amikhez volt érzékem és adottságom, én azokat próbáltam. Ugye az edzőim is mindig azt mondták, hogy én ezeket a dolgokat csináljam, mert ugye ők ezt látták kívülről, még jobban látni ezt szerintem, hogy én nem fogok kicselezni 3 védőt meg a kapust is, hanem ha nekem oldalról beadnak egy labdát, akkor viszont megelőztem 2 védőt, és bepasszoltam a kapuba, hogy befejeltem. Ahhoz értettem. Hát én láttalak én azért kicselezni 3 játékost is. Jó, de ritkán volt. De valóban. Szerény vagy, mint világéletedben voltál. A Facebookon láttalak egyszer-kétszer sörök társaságában, holott én úgy tudom, hogy a sört nem szereted, bár ezek a sörök nem magyarok voltak. Mit csinálsz, hogy élsz mostanában? Hát én Bajorországban élek, most már ki fogok költözni is. Egy német cégnél dolgozom, ugye az én szakmám elég keresett Németországban mostanság, optikai kábeleket szerelek, fényvezetők, üvegszálas kábeleket. És hát a párommal, hogy számolgattunk, osztottunk, szoroztunk, arra jutottunk, hogy hát meg kell próbáljuk külföldön, és végül is így elindultam, és most már sikerült, most egy normális cégnél dolgozom, normális lakásom van kint, úgyhogy elégedett vagyok, és nagyon jó környéken vagyok, nagyon szép Bajorország, gyönyörű hely, aki teheti, az menjen el arra a környékre mindenképpen valamikor. Akár vendégül is látom szívesen, de szóval én most így élem az életemet, szoktam edzegetni, de konditeremben inkább, tehát súlyzózom, futok, ilyenek, foci az nagyon hiányzik, néha rám tör. Érdekes, hogy 2-3 havonta úgy jó lesne focizni hát egyet. 2-3 havonta gyere haza, beszállsz az öreg fiúknál. Hát igen, de azt meg ilyen baráti focira elmennék, de ilyen meccsen már nem mernék beállni, mert azt meg már félteném magam, hogy megsérülök, mert már 30 fölött azért már éreztem, amikor fociztam is, hogy 30 fölött már nehezebben esett minden, az edzések is. Tehát fiatalabban még én sem gondoltam, hogy ezt elérem, de tényleg már 32-33 körül már az ember már érzi magán, hogy már nem olyanok az edzések sem, már az izomzat másnapra nem úgy
nem úgy jön rendben, nem úgy regenerálódik, hanem kell hozzá 3 nap is. Sanyi, én kívánom neked, hogy a civil életben is legalább olyan eredményeket érjél el, mint ahogy a labdarúgásba. Köszönöm szépen. Sőt, azt kívánom, hogy azt legalább Bundesliga szinten érd el, átvitt értelembe, ugye, és én biztos vagyok benne, hogy neked ez sikerülni is fog, hiszen minden emberi adottságod megvan ahhoz, hogy ezt elérd és boldogulj azon a téren, amit választasz magadnak. És sok sikert kívánok neked, meg azt, hogy szeressenek mindenhol úgy, mint ahogy itt Árnokon szeret téged mindenki. És jó munkát, jó egészséget kívánok neked.